azokban az időkben, amikor a nemes urak és úrhölgyek bálokon mulatták az időt, vagy kikocsiztak a birtokra, a nemesi családok kúriái elképzelhetetlenek voltak a családfa valamilyen megjelenítése nélkül. Déd és nagyszülők képei lógtak a falakon, de sok esetben maga a családfa is megjelent. Nem volt ez más, mint a hatalom vagy a nemesség jelképe. Aztán az idő és a szokások elmosták ezt is. Míg nem, bár nem a retrónak köszönhetően, de divat lett ismét az ősök felkutatása. Maga a családkutatás, a genealógia, ahogy általában nevezni szokták ezt a tudományágat, tulajdonképpen hosszú-hosszú évszázadokra visszatekintő tudományág, alkalmazott tudomány, ami azt jelenti, hogy mindig is nagyon sokan művelték. Az emberek nagyon-nagyon régóta kíváncsiak arra, hogy kik az őseik, és egyáltalán nem volt az szokatlan, hogy több generációra visszamenően nyilván is tartották azokat a felmenőket, akiknek az életüket köszönhették. Nagyon sok esetben ez például a családi Bibliában történt meg, maga a nyilvántartás. A 18. századtól kezdődően már anyakönyvekben, egyházi anyakönyvekben is megtalálhatóak az ősök. 1895-től kezdődően pedig egyházi anyakönyvek helyett állami anyakönyvekben nézhetünk utána annak, hogy kik voltak az őseik. Alapvetően gazdasági kérdés volt a családfa és az ősök túltatása. Minden esetben tudni kellett, kik voltak azok, akiktől vagyont vagy rangot lehetett örökölni. Manapság, bár a családkutatás virágzik, nagy vagyonok nem kerülnek elő. Viszont az embereknek nagyon komoly érzelmi hátteret, érzelmi töltést ad az, hogyha akár a 18. századig vissza tudják vezetni a családfájukat. A II. Világháború után a genealógiát politikai okokból áltudománynak minősítették, és ez volt az az időszak, amikor nem igazán voltak családfát kutató emberek, nem igazán lehetett hozzáférni olyan adatokhoz, vagy korlátozottan lehetett hozzáférni olyan adatokhoz, amelyek egy-egy családnak az élettörténetét, korábbi történetét megmutatta volna. A rendszerváltást megelőzően a 70-es évektől fogva már nagyon sok olyan kutató volt, aki elsősorban helytörténethez kapcsolódóan családkutatással is elkezdett foglalkozni, és a későbbiekben való igaz, hogy a rendszerváltást megelőző néhány évben egyre többen jelentkeztek családkutatással. A folyamat aztán kiteljesedett, mára amatőr kutatók sokasága szánja rá az időt ősei előkerítésére. Az emberek roppant kíváncsiak, és ezt a kíváncsiságot például itt ilyen keretek között ki tudják elégíteni. Elsősorban arra kíváncsiak, hogy melyek azok a dokumentumok, amelyekből a család élettörténetét, korábbi élettörténetét ki tudják deríteni. Nagyon sokan keresik az anyakönyveket, de az anyakönyveken kívül egyéb olyan dokumentumok is rendelkezésre állnak, amelyek segíthetik a családkutatókat. Hála az internetnek, otthon a karosszékből a gép mellől is szép eredményeket lehet elérni, ha valaki ősei után kezd kutakodni, mondja Asztalos Zoltán, a Tolna megyei levéltár által indított projekt vezetője. Igaz, mondja, nagy fába vágja a fejszéjét, aki nekivág ennek a kalandnak. Két lehetőség van, az egyik az, hogy sok mindent tud már, és akkor van kiindulási alapja, viszonylag messzeire vissza tudja vezetni akár a családfáját. A másik viszont a rosszabbik eset, amikor valaki úgy kezd el családfát kutatni, hogy ő szeretne családfát kutatni, de minimális információkkal rendelkezik. Több út áll a családfakutatók rendelkezésére. Az első az, hogy bejönnek ide mi hozzánk a levéltárba, és itt rendelkezésükre tudunk bocsájtani olyan iratanyagokat, melyek adatvédelmi szempontból is kiadhatóak, melyeket kutathatnak. A másik út az, ami talán kezdésnek szintén tökéletesen megfelelhet, hogy különböző otthonról is interneten elérhető adatbázisokat kezdenek el böngészni. Otthon a számítógép mellett is viszonylag messzire vissza lehet menni. Én azt mondanám, hogy a 19. század elejéig mindenképpen, de az is elképzelhető, hogy akár még a 18. században is tud kutakodni az ember. Érdemes körülnézni azt, hogy mi van otthon. Mit tudunk, vannak-e esetleg különböző dokumentumok, amelyek felmenőinkkel kapcsolatosak, keresztlevelektől elkezdve házassági okiratokon át, gyakorlatilag bármilyen olyan iratig, amely a családdal vagy a családtörténettel kapcsolatos információt hordoz.
és ezután pedig elsősorban anyakönyvi kutatás az, ami szigorúan vett családfát előre tudja hozni, ami ebben tud segíteni, de ha valaki tágabb értelemben családtörténetet is szeretne kutatni, akkor érdemes neki mindenképpen a levéltárban próbálkoznia. A nyomozás érdekes, hiszen az egyik információ tovább rempít a másikra, míg ki nem bomlik az egész családtörténet. A levéltári adatok szerint éves szinten 3-400 kutatási alkalommal fordulnak hozzájuk segítségül, ami a kutatások közel 40%-a.